Modern tánc az Enler táborban, hip-hop a Hedonis Crew-nak köszönhetően, kézműveskedés a Bütykölő táborban. A Fehérló Közösségi Ház nyári táborai évek óta nagy sikernek örvendenek, amiket az idei évben is megszerveznek majd a gyermekek számára. A táborok június 17-én egy kétnapos agykontroll tanfolyammal kezdődnek, majd június 21-től tánctáborral, míg július 16-ától bréktáborral várják a kisebbeket és nagyobbakat. Augusztus 2-től pedig egy újdonsággal is jelentkezik a Fehérló Közösségi Ház. A nyár végén egy sporttábor lesz, ezt is Réka vezeti. Ez a szünet majdnem legutolsó hete, kicsit előrébb. Ilyen táborunk még eddig nem volt, itt kimondottan csak a mozgás és a sport lesz a fontos, tehát az úszás, lovaglás, futás, kerékpározás és a teremben végzett egyéb tevékenységek. Természetesen az idei évben is helyet kaptak a hagyományos, művészeti jellegű táborok a kínálat között. Ezek akkora népszerűségnek örvendenek, hogy a Bütykölő táborokra már minden hely betelt, de az idei évben is van lehetőség jelentkezni, többi között a július 12-én induló rajz- és festőtáborra. Lesz rajz- és festőtábor kapitány Páfi Enikő vezetésével, aki megígérte, hogy ebben az évben megpróbál a gyerekekkel zsonglőrködni, mert ő egy ilyen zsonglőr tanfolyamot is elvégzett, ami nem azt jelenti, hogy a színeket dobálják, hanem a labdát, és szerintem a hétvégére nagyon ügyesek lesznek a gyerekek. Bernáth Judit vezetésével lesz egy hagyományos kézműves táborunk, ami népművészeti irányba is elhajlik egy kicsit, ami elmélyülést tesz lehetővé az ügyeskezű gyerekeknek. Az utolsó táborra augusztus 16-a és 19-e között várják majd a gyerekeket, ami a Kék Madár mesélő tábor lesz. A járványhelyzet miatt több szabály bevezetésére is szükség volt, ami a táborokat érinti, ilyen például a létszámstopp, ezért érdemes minél hamarabb jelentkezni a programokra. A táborok részletei megtalálhatók a Fehérló Közösségi Ház honlapján és közösségi oldalán.